Szeretettel köszöntök mindenkit a VTTV legújabb adásában. Ahogy ígértem, ismét van egy vendégünk, dr. Cserpalkovics András, Székesfehérvár megyei jogú város polgármestere. Köszöntelek, András, ismét a műsorban. És köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, és én is tisztelettel köszöntök mindenkit. És itt van a szokásos társaságból Csilla és Norbi is, valamint jó magam Márk. Gyuri még dolgozik, úgyhogy nem ért ide egyelőre. Hogyha esetleg becsatlakozna, akkor ő is részt vesz a műsorban, és talán még tud kérdéseket is feltenni. Rendhagyó egy kicsit ez a műsor, hiszen Andráshoz lesz pár kérdésünk. Én a hét közben, meg a múlt héten már mondtam itt a Csilláéknak, Norbéknak, hogy készüljenek pár kérdéssel, hiszen kíváncsiak vagyunk a tekintetben, hiszen elég komoly változás történt a csapatunk életében, a Videótonról beszélünk, Fehérvár FC-ről beszélünk, nagyon komoly változás történt a nyáron, és arra lennék kíváncsi elsősorban, hogy hogy történt a megkeresés, mikor kaptál megkeresést Garancsi István tulajdonos részéről, hogy itt a főszponzor kilépett, és valamilyen történésnek kellene történnie, vagy változásnak a város részéről is a klub életében. Hogy történt ez? Mennyire publikus ez? Mi az, amit el tudsz mondani erről? Nincs ebben semmi titok. Nyáron történt a megkeresés, már azt követően, hogy bejelentésre került, hogy a klub és a fő névadó szponzor útjai elválnak. Tehát azt követően jött el a klub tulajdonosa hozzám, és keresett föl. És akkor jelezte azt, hogy két dologban kér a várostól ebben a helyzetben segítséget és támogatást. Az egyik az utánpótláshoz köthető támogatás, a másik pedig, hogy ugye a lejáró, ennek az évnek a végén lejárnak a stadionnal kapcsolatos szerződései a klubnak és az önkormányzatnak, hogy ez egy új alapon kerüljön majd, nyilván egy új pályázat keretében megújításra, és ebben más szerepet tud vállalni a klub, és kicsit más típusú szerepet kér az önkormányzattól. Ugye a stadion az önkormányzat, tehát a város tulajdona, és valóban lejárnak ezek a szerződések. Úgyhogy erről a két dologról esett szó ezen az egyeztetésen. Talán azt érdemes hozzátenni, kicsit visszamenve az időbe, úgy bele nem szeretnék menni, hogy mikor mennyibe került a fehérvári foci az önkormányzatnak, azt talán összességében el lehet mondani, hogy soha olyan kevés pénzében nem került a városnak a labdarúgás, mint az előző esztendőkben. Ez szerintem úgy korrekt, hogy ezt is hozzátegyük. Gyakorlatilag a nagy csapathoz hosszú évek óta nem kellett az önkormányzatnak támogatást biztosítani. Az utolsó támogatás még 3 évvel ezelőtt volt, akkor egy évi 120 millió forintos támogatás volt. Ezt az utolsó 2 évben, tehát tavaly és tavaly előtt nem adtuk, tehát tavaly és tavaly előtt írd és mond, egyetlen egy forintot nem adott a város a fehérvári labdarúgáshoz már, ami a Fehérvár FC Kft.-nek nyújtott támogatást jelenti. Én mindig ezt szoktam mondani, hogy ez azt is jelenti, hogy ezt a 120 plusz 120 millió forintot mi más, talán kevesebb pénzügyi lehetőséggel bíró és rendelkező sportágnak, sportcsapatnak, utánpótlásnak, létesítményüzemeltetés céljára tudtuk fordítani és biztosítani. Tehát az, hogy ezt a nem könnyű, most a pandémia plusz az energiaválságból fakadó időszakot úgy élte túl a fehérvári sport, hogy minden működik ugyanúgy, mint előtte. Ez egyébként nagyban annak is köszönhető, hogy a Fehérvár FC Kft. Az önkormányzati támogatást a várostól nem kérte el. És szerintem ez a korrektséghez mindig minden információ, így szerintem ez is hozzátartozik. Most viszont az a kérés volt, hogy az utánpótláshoz is hangsúlyozni szeretném kifejezetten és kizárólag csak az utánpótlásra felhasználható módon biztosítsunk 150 millió forint támogatást. Erről egyébként a közgyűlés egy része döntött, és ezekben a napokban kerül egyébként majd átutalásra ez az összeg a klub számára. A stadionnal kapcsolatos új logikájú szerződés az még előttünk van, hiszen a pályázatot majd a novemberi közgyűlés fogja kiírni, tehát ott december-január folyamán tudjuk majd elmondani, hogy ez pontosan mennyiben változott a régihez képest, de mondok néhány példát, mondjuk a stadionnév értékesítése a városjoga lesz, a jegybevétel, bérletbevétel, bizonyos százaléka a várost fogja illetni, tehát viszont kisebb bérleti díjat, fix bérleti díjat tud mondjuk a mérkőzés napokért fizetni a klub. Most nagyon leegyszerűsítve, ugye ezek nyílt pályázatok, tehát az érdekes helyzet is
előjöhetne, hogy mondjuk egy másik csapat pályázik be a Sóstói stadionra. Én azért bízom benne, hogy ez továbbra is a Vidi otthona marad. Nyilván ez most a félig vicces rész volt, csak szerettem volna néhány példát mondani, hogy mennyiben fog változni magával a stadionnal kapcsolatos szerződés és helyzet jövő évtől kezdve. Ez egy elég kimerítő tájékoztatás volt, viszont én egy kicsit visszamennék akkor én is a múltba, hiszen az elmúlt szezon végén elég éles kritikát fogalmaztál meg a klub életével kapcsolatban, és ezek után vagyok kíváncsi, ismerve Galancsi István személyét, hogy milyen volt ez a megkeresés, és milyen volt a tárgyalásnak a hangneme, mennyire volt gördülékeny, és vannak-e elvárások, tekintve arra, hogy azért ez a 150 millió, amit az utánpótlásra költ a város, egy elég jelentős összeg. Vannak-e elvárások, hogy a jövőben hány fiatal fehérvárinak, vagy fehérvári nevelésű gyereknek kell oda kerülni az első csapathoz, vagy a szakmai munka az megint egy ilyen körbevésző történet lesz, hogy majd valaki oda kerül, valaki nem. Ugyebár mi az elmúlt években nagyon hiányoltuk azt, hogy stabil lábakon legyen ez az utánpótlás koncepció kidolgozva, és igenis lássunk fehérvári megyei városhoz kötődő fiatalokat, a Videótonhoz kötődő fiatalokat, elnézést, nem mindig is Videótonnak fogom hívni a csapatot, ahogy itt szerintem... Tőlem emiatt biztos nem kell elnézést kérni. Hát, így van, de tehát, hogy milyen volt maga a megkeresés, beszéltetek-e a tulajdonossal a múltban megfogalmazott kritikákról, hiszen egyértelmű volt, hogy ez egy zsákutca, amiben belefutottunk. Tényleg, hogy zajlott ez az egész történet? Engem magának, a főszponzornak a távozása azért nem lepett meg, mert én már legalább egy éve hallottam azt, hogy ez meg fog történni. Ugyanez voltak főszerkesztők bizonyos újságokhoz kapcsolódóan, akik nyárhoz kötötték ezt a döntést, nyilván ők nem élnek Fehérváron, viszont én ezt legalább egy éve hallottam, hogy nem tudom, hogy a döntés mikor született meg, de hogy legalább is fölmerült ez a szenárió és lehetőség, arról gyakorlatilag az egész tavalyi szezonban szerintem lehetett hallani, és nem csak én hallottam, mert sok szurkoló is megkeresett ezzel, tehát én úgy éreztem, hogy ez egyfajta nyílt titok. Nyilván, hogy ez miért történt, arról én nem tudok beszámolni. Én magam nyilván sajnálom abban a tekintetben, hogy egy ilyen tőkerő szponzor és támogató az értelemszerűen minden klub életéből hiányzik, és nyilván hiányozni is fog. És ezért természetesnek vettem azt, amikor ez a bejelentés megtörtént, és a klub tulajdonos megkeresett, hogy szeretne velem egyeztetni, akkor nem csak mint Vidi szurkoló, hanem nyilván mint polgármester is dolgom fogadni a klub tulajdonost. Egyébként évek óta nem találkoztunk. Ugye, aki lát, az én is láthatja, én az A-szektorban rendes bérletes helyen ülök a családommal évek óta. Egyrészt szerintem jobb is ott szurkolni, de ez is egy másik történet. Hanem én tényleg évek óta nem volt ilyen kapcsolat. Szerintem ez nem volt jó így. Ezért én összességében örültem annak, hogy létrejött ez a megbeszélés. Egyébként korrekt hangulatú megbeszélés volt, ezt szeretném alá húzni. Nem feltétlenül értettünk mindenben egyet, különösen az idáig vezető út tekintetében. De abban, hogy egy kicsit szorosabbá kell tenni a kapcsolatot a város és a klub között, ebben viszont volt egyetértés, és az azóta lezajlott egyeztetések, amik nem a tulajdonos is köztem, hanem a szakemberek között a klub és a városháza részéről történtek meg, egyértelműen előrelépést látok az egymás megbecsülése tekintetében, tehát szerintem azt el kell érni, hogy egyértelmű legyen, hogy a városban nem tud valami jól működni, anélkül, hogy beágyazodna magába a városba. Tehát ez egy székesfehérvári történet, és a város környezetének története. Rengeteg olyan Vidi szurkolóval egyébként, aki messzebbről jár, mondjuk akár mérkőzésekre is, vagy szurkol a Vidinek a tévén keresztül. Tehát ez a klub talán éppen az UEFA kupa menetelésre is visszavezethető módon jóval nagyobb szurkolótáborral rendelkezik, mint önmagában csak Fehérvár, de nyilván a mag, meg a történetnek a székhelye, meg helye, meg otthona az mégiscsak a városban van, és ebben jobban be kell ágyazódni. Ez nem csak az önkormányzat és a klub kapcsolatát érinti az én véleményem szerint, hanem a szurkolókkal való kapcsolatot, az iskolákkal való kapcsolatot, a volt játékosokkal való kapcsolattartást, a múzeumnak a kérdését, tehát ezerféle dolgot tudnék mondani, amit én hiányoltam polgármesterként is és szurkolóként is,
Ezért én örülök annak, hogy afele mennek a dolgok, hogy ezeknek egyik másik részében, mondok egy példát, múzeum, valószínűleg az önkormányzatnak nagyobb szerepe lesz. Én például azt is el tudom képzelni, hogy a múzeumot egy az egyben mi üzemeltessük a jövőben, rendes stadiontúrákkal, és ott lehet elvárásokat megfogalmazni, mondjuk havi szinten a stadiontúrának egyszer része legyen a csapatöltözője. Vagy, hogy a mérkőzések után fel kell jönnie találkozni mondjuk a nagy pénzért a boxokat és VIP-jegyeket vásárló nézőkkel a játékosok egy részének. Hogy részt kell venni bizonyos társadalmi eseményeken a városban. És most próbáltam néhány példát kiragadni, talán érthető, hogy mire gondolok. Én úgy érzem, hogy ebben lehet előre mozdulás, nyilván várjuk meg a puding és az evés esetét, de én ebben látok pozitív előre mozdulást. Nyilván kevesebb most a pénzügyi forrás, de azért én úgy érzem, hogy a klub helyzete továbbra is stabil, még hogyha nem is akkora pénzekből gazdálkodik, de azért szerintem egy stabil költségvetésű klubról beszélünk mindig. Van egy gyönyörű stadionunk, van egy történelmi múltunk, szerintem egyébként van egy keretünk, ami végre sokkal több magyar játékossal, sok fiatallal, szerintem a Kalmár személyében végre egy meghatározó magyar játékossal, mint a Juhász Roli volt annak idején, én ilyennek látom most a Kalmár. Tehát lehet, hogy a túlzott szurkolói optimizmus mutatja, vagy mondatja velem, de én ebbe az idénybe a bukdácsolás közben is úgy éreztem, de talán most a DVTK legyőzése után még inkább úgy érzem, hogy talán lehet ebből egy kicsit szerényebb, de mégiscsak szerethetőbb történet, mint ami az előző években volt. Mert én a kritikámat a tekintetben fogalmaztam meg, hogy én nem láttam az akaratot, a szívet, az elkötelezettséget, és azt éreztem, hogy nő a városban a feszültség ezzel összefüggésben. És nekem az a dolgom, mint polgármester, hogy az ilyen feszültségpontokat próbáljam föloldani, mert ez egy közösségi dolog, és mi közösségibb dolog, ha nem a foci. És egy ilyen klub egy város is környezetének életébe. Én most nem szeretnék visszamutogatni meg, hogy kinek mibe volt igaza, valójában szinte lényegtelen, de akkor próbáljuk legalább levonni a következtetést, és egy kicsit máshogy és kicsit közösen együtt menni tovább azon az úton, hogy a dalra is utaljak. Hú, tele vagyok kérdésekkel. Elnézést, után... bocsánat, az utánpótlásra nem reagáltam, és nem szeretném, hogy valaki azt mondja, hogy nem szerettem volna. Tehát fontos, hogy mi nem egy klubbal szerződünk egy-egy ilyen támogatásról, hanem több különböző sportágnak adunk valamilyen jellegű támogatást. Ugye van az önkormányzatnak egy támogatási rendelete, és ezen támogatási rendelet alapján biztosítjuk a forrásokat mindenkinek, mindegy, hogy 1 millió forintot kap vagy többet, és nekik ez alapján kell elszámolniuk egy meghatározott határidőben azzal a közpénzzel, amit az önkormányzattól kaptak. Tehát ha szakmailag bele akarnánk szólni az elköltésbe, akkor ezt nem csak a focinál kéne megtennünk, hanem mindenhol, mert mindenhol ugyanazt a szempontrendszert kell érvényesítenem. Egyébként van olyan sportklub, ezt is fontos rögzíteni, aki jóval nagyobb támogatást kap jelenleg, mint ezzel az összeggel együtt is a Fejévár FC Kft. Tehát nem a foci kapja a legnagyobb támogatást a városban, és egyébként még egy összehasonlítási adatot mondjak, a Vörösmarty Színház éves költségvetése az nagyobb, mind a teljes sportra költött forrás együttvéve. Tehát erről is mindig ilyen nagyon nagy népi hagyományok vannak, hogy mennyit költ a város sportra. Az egy színházra, amit én nagyon szeretek, és büszke vagyok rá, teszem hozzá rögtön, és biztatok mindenkit, hogy járjon a színházban, mert szintén gyönyörű dolgokat lehet ott látni, de a színház költségvetés az nagyobb, mint amit a sportra költ egyébként a város, beleértve ezt a 150 millió forintot is, amiről egyébként beszélünk. Tehát minden viszonylagos, és a Vörösmarty Színháznál sem szólunk bele, hogy ki a rendező, hogy ki játssza az adott főszerepet, és én a focinál sem szeretnék őszintén, hogy mi a keret, mi az összeállítás, ki az edző. Nem tulajdonosa az önkormányzata a klubnak, szerintem nem is lenne jó, ha tulajdonosa lenne, ez nem egy városi feladat. A klubnak van egy tulajdonosa, van egy menedzsmentje, nekik kell a felelősséget vállalni, de talán a közösség pedig elvárhatja azt, hogy kicsit jobban a közösségbe beolvadjon jó értelemben maga a vidi. Meglátjuk, majd egy-két év múlva értékeljük, hogy ez a változás jó irányú volt-e. Bízom benne, hogy igen.
Egyébként én nem is szeretem ezeket a demagóg összehasonlításokat, hogy jaj, a színház ennyit kap, jaj, ez a sport annyit kap. Ennek nincs értelme egyébként valójában igaz. Szeretem a labdarúgást, szeretem a színházat, és amikor időm megjavítja. Én mindig azt mondom, hogy a városnak mindegyikre szüksége van, egy várost közösségé két nagy terület tud formálni, az egyik a sport, a másik a kultúra. Tehát sok minden miatt kell szerintem a sportra pénzt költeni, egészség, gyerekek, utánpótlás, ne simogassák csak a telefont, ezerféle dolgot mondhatnánk, de amit én nagyon fontosnak tartok, hogy közösségi élmény. Azért ezen a hétvégén is pénteken jégkorongmérkőzés volt a városban, nagyon nagy közönség előtt, szombaton volt egy 3000 fölötti nézőszámú labdarúgó mérkőzés, volt utána egy esti albaszolnok rangadó, majdnem telt házzal, vasárnap volt egy kézilabda mérkőzés, megint csak mondjuk 1000 nézővel. Tehát, hogy igenis az embereket ez összehozza, és ott, amikor együtt vagyunk, együtt szurkolunk, akkor mindegy, hogy ki honnan jött, ki mit gondol a világ egyéb kérdéseiről, de akkor összetart bennünket az, amitől mi fehérváriak vagyunk, és ami miatt szeretjük ezt a várost, annak egy klubját, és ezt a sport tudja megadni, meg a kultúra tudja megadni, és igen, ez pénzbe kerül, ezt mindenhol a világban pénzbe kerül, ott kerül kevesebbe az adott településeknek, meg az államnak, ahol az emberek fizetőképes kereslete megengedi azt, hogy olyan jegyárak és bérletárak legyenek, amik csökkentik a hozzájárulást. Nyilván nálunk is kijönne a matek, csak akkor nem ennyibe kerülne a jegy, hanem egy nullával több, amit meg nyilván a magyar pénztárca meg nem tud megfizetni. Tehát azért is kell segíteni, mert egyébként nem lesz olyan portéka, ami működőképes rendszerben tud előállni. De közben a másik oldalon is igaz, szerintem, hogy azért a magyar fociban már van pénz ahhoz, hogy az emberek joggal várjanak el akaratot, szívet, lelket a pályán, lássanak fiatal játékosokat, magyar játékosokat, és ezért szerintem azoknak az oszlopaknak, mint például a Vidi, sokat kell tenniük a magyar labdarúgáson belül is. Tovább fűzném ezt a gondolatsort, de nem veszem el a lehetőséget a többiektől, úgyhogy Csilla, hogyha biztos készültél, te mindig nagyon precízen felkészülsz kérdésekkel, úgyhogy Norbi előtt átadnám neked a lehetőséget, aztán majd visszatérek én is a kérdésekkel. Jó, köszi Márk. És köszönöm, András, hogy ilyen kimerítő válaszokat adtál nekünk eddig. Szerintem elég sok új információt megtudhattunk. Az én kérdésem az első, egy kicsit visszább menne az időben, és ez a névváltoztatásunkkal kapcsolatos időszakra helyeződne. Akkoriban, amikor a Videóton név megváltozott, akkor felmerültek olyan ötletek a város részéről, hogy esetleg a stadion környékét Videóton városrészleg nevezik el, és ezáltal megadva a lehetőséget arra, hogy a klub újra felvehesse ezt a nevet. Én nem emlékszem már arra, hogy ez a sztori így hol ült el, vagy hogy mi lehet ennek a végkifejlete. Nem tudom, hogy erről tudnál-e esetleg valamit mondani, és hogyha esetleg van bármilyen olyan publikus információd, ami egy jövőbeni névváltoztatással kapcsolatos, akkor azt is megköszönnénk. Próbálok óvatosan fogalmazni, mert még egyszer nem mi hozzuk a döntéseket a klub életében. Én arra talán azért emlékeztetnék, hogy nem bántva senkit, és mindenkinek megköszönve azt, hogy sok évig támogat egy klubot, ami a város számára fontos, és ráadásul ezt nagyon nagy összeggel teszi, és ezt háromszor aláhúzom, hogy köszönöm a város nevében is. De azért én arra is emlékszem, hogy amikor a névváltozás tekintetében a szurkolókkal a tárgyalás megtörtént, ott ültem ezen a közvetítőként ezen az egyeztetésen, akkor azért hangzott el, hogy azért van erre szükség, mert hosszú távon így lehet a város, vagy így lehet a klub pénzügyi helyzetét stabilizálni, megfelelő szintet lépni, és nemzetközileg is jegyzett csapatot építeni. Ez volt a szurkolók fele az ígéret. És az volt a kérés, hogy azért, hogy ez teljesüljön, ahhoz viszont a szurkolók fogadják el, hogy egy másik cég neve, még ha az össze is fonódott a klub, meg a csapat nevével, az nem szerepelhet ingyen a csapat nevébe. Ugye, hát ez volt az egyeztetéseken mindig az érv. Ugye eltelt néhány év, sajnos az a szintlépés az nem történt meg, a főszponzor pedig távozott. Szerintem ezt a kérdést újra az asztalra helyezi. Ez az én véleményem szerint ezt a kérdést a klubnak újra meg kell fontolnia, hiszen az azok, ami miatt annak idén a klub neve változott, az az ok megszűnt. Legalábbis jelenleg biztos, hogy nem áll fönn. Tehát szerintem, ha arról beszélünk, hogy beágyazottság, akkor ez a kérdés szerintem újra fölvethető.
Nyilván én ezt óvatosan megtettem, talán azt mondhatom, hogy nem is volt semmelyek érintett fél részéről mindenáron való ellenállás. Tehát, hogy lesz ebből valami a jövőben, vagy azt nem tudom megmondani. Azt, hogy szerintem ez a kérdés lehet újra kérdés, azt viszont most is állítom, mert nem tudok egyelőre olyan új nagy névadó szponzor belépéséről, aki ezt a dolgot megint újra gondolásra készítetné. Nyilván én mindennek örülök, aminek az a neve, hogy Fehérvár, tehát engem arról sem kell meggyőzni, hogy a gyönyörű városunk gyönyörű nevét használja valaki, de szerintem ebben a helyzetben, vagy hogyha lenyugodtak egy kicsit a kedélyek, ez a bajnokság véget ér, közben kiderül, mi van a stadionnal, én bízom benne, hogy azért lesznek új támogatók, akik belépnek, még ha nem is abban a nagyságrendben, mint ahogy a korábbi szponzor volt, mert az erre nyilván szükség lenne, hogy versenyképes legyen a klub, de én bízom benne, hogy ez a kérdéskör ebben az időszakban valamikor a tulajdonos részéről is fölmerül. Én ezt egyébként javasoltam neki, ez nem titok. Ami, hogy ebből lehet vagy nem lehet valami, az egy másik kérdés, nyilván ez nem az én döntésem. Ami a környezetét a stadionnak érinti, alapvetően ugye utána jött a pandémia, és egy elég nehéz időszak mindenkinek, úgyhogy én nem látok senkibe úgymond rossz szándékot, hogy ez miért ne valósuljon meg. Tehát szerintem ez most is egy nyitott kérdés. Én mindig visszadobom a szurkolóknak is a labdát, hogy én várom az ötleteket, javaslatokat. Ugye ami történt, és ezt a klubbal közösen, és ezt szeretném aláhúzni, közösen vittük végig, hogy Kovács Feri bácsi szobra az elhelyezésre került a stadion előtti kis téren, szerintem szép lett, Nagy Benedek szobrászművész alkotása, tényleg egy igazi Feri bácsit ad vissza, ugye le lehet ülni mellé a padra, láttam most is a Diósgyőr elleni mérkőzés előtt ott szelfiző fiatalabbakat is, idősebbeket is, tehát szerintem szép, szép dolog, talán Norbi, te is leültél már ugye videóba oda, szerintem ez egy jó dolog, és ott is elmondtuk az avatón, egyébként köszönöm a szurkolóknak, hogy eljöttek nagy számba, szerintem parádés hangulatú szoboravató volt, hát nyilván ha valaki ezt megérdemelte, akkor Feri bácsi megérdemelte, de azt is elhangzott, talán még én is beszéltem róla, hogy ezt szeretnénk folytatni, tehát amit annak idején megálmodtunk, annak valójában ez az első lépése, tehát ezzel nem kipipáltuk a sporttörténelmét ennek a klubnak, hanem elindulnánk a sétány irányába, egykori klubvezetők, játékosok, edzők, utánpótlás edzők tekintetében szerintem tényleg gazdag ennek a klubnak a történelme, fantasztikus személyiségekkel is, úgyhogy szerintem ennek nem lesz akadálya. Ennek, ami fölmerült problémaként, ebben egyébként kérem majd a ti véleményeteket is, hogy ugye jó lenne, ha ez egységes lenne. Most nyilván egy olyan ekkora szobrot, mint a Feri bácsié, ezt nem tudunk mindenkinek, mert azért ez egy elég költséges dolog, de az, hogy egy egységes kép, ami végigvisz a sétányon, és egymás mellett aztán pár méterenként jön egy-egy tábla, egy-egy kis valamilyen kis szobrocska, az viszont szerintem egy nagyon szép dolog lenne, úgyhogy ebben mindenképpen elkötelezettek vagyunk, és amit még a közgyűlés elé nem vittünk be, és ez nem csak azt a körforgalmat érinteni, hanem számos más körforgalmat a városba, hogy szeretnénk ezeket elnevezni. Méghozzá a körönt szó az szerintem egy szép, szép szó, és akkor valójában ugye ezt nyilván a videótorról lehetne elnevezni, és akkor ott mutatna a stadion irányába, és akkor annak lehetne egyfajta, ha nem is jogi értelemben, mert nyilván postacím sok egyéb kérdést fölvet, de köznyelvi értelemben nyugodtan el lehetne nevezni ezt Vidi városrésznek, ami egyébként fölismerült azokon a beszélgetéseken. Úgyhogy ebbe az elkötelezettség továbbra is megvan, és bármilyen ötletet, véleményt azt szívesen fogadunk. Fontos, hogy január 1-től jóval nagyobb szerepe lesz a városnak a stadion labdarúgáshoz kapcsolódó üzemeltetésében, mint jelenleg. Tehát ez egy jó időszak arra, hogy akár a környezettel együtt az ilyen dolgokat is át lehessen gondolni. Még egyszer beleértve a múzeumot is, amit nagy valószínűséggel pedig valamilyen konstrukcióban a város fog működtetni a jövőben. Pár évvel ezelőtt egy beszélgetés során talán még a Klub 41-ben voltunk lenn, és akkor javasoltam, hogy a hollywoodi csillagok sétánya mintájára lehetne megvalósítani, és szerintem az egy egységes
látképp lenne ott a vég a csíkvári sétányon. A bajnokaink, egykori klubvezetőink, UEFA kupa menetelésben résztvevők, de hát ez majd tényleg vitassuk meg, akár nagyobb nyilvánosság előtt is. És én még egy dolgot tudnék elképzelni, láttam ilyet külföldön, szerintem mások is, hogy egy-egy kis tégladarabot valahol a stadion környéke, stadion ezzel kapcsolatot kialakítottan, én a szurkolók is szerezhetnek maguknak. Tehát ott egy-egy szurkolói név is megjelenhetne, ami szerintem legalább annyira fontos egy klub életében, és hát csak a környezetemet nézem ott a bérletesek között, hát ott ismerek több olyan bérletes, most nem nevezem meg, mert nem jogosított föl rám, akik hát sok évtizede bérletesei a Vidinek, fiatalon kezdték, most egy kicsit régebb volt a fiatalok, de még mindig ott vannak, és akármi van, jóban, rosszban, ott voltak és vannak a csapat mellett, szerintem ők is megérdemelnék azt, hogy valahol, ha más nem, ahogy mondani szokták, egy téglába begravírozott névvel örök életükben kötődjenek ehhez a stadionhoz, és értelemszerűen ehhez a csapathoz, klubhoz. Nagyon jó felvetés. Norbi, te milyen kérdésekkel készültél? Hát már van olyan kérdés, amit előttek előttem, és András, köszönjük szépen, hogy eljöttél a műsorba, és én is örülök, hogy itt lehetek. Milyen sokáig, mondjam, 30 percig csöndben voltam, biztos meglepődnek egyébként a nézők, hogy milyen sokáig csöndben voltam, én sokat szoktam beszélni. Szóval a lényegi részre rátérve, ugye már is válaszolok a kérdésre, amit föltett, hogy mondjuk el a véleményt. Én nekem nagyon tetszene ez a sétányon való ötlet, hogy akár a nagyobb neveknek egy ilyen mellszobor lenne csak, azaz olcsóban kivitelezhető szerintem, hiszen nem egész alakos, nem teljes állványzatra épülő szoborra lenne szó. Én azt gondolom, hogy egy ilyen is egy óriási elismerés lenne, például akár a bajnok csapatok edzőinek, mert hát azért Mezei Gyuri bácsit ne felejtsük el, pont most volt, ha jól emlékszem, a hétvégén az önkormányzatnál, sem tudtam elmenni, de nagyszerű esemény volt, ahogy hallottam, Kalmár Zsoltival, stb. Tehát aki ott volt, az egy nagy élménnyel gazdagodhatott. Ami nekem egy kérdésem lenne mindenképpen, hogy itt vannak most olyan hírek, hogy a shopot lehet, hogy be fogják zárni, és csak másnapon marad meg hosszabb távon, hogy esetleg nincs-e arra lehetőség, hogy a klubban beszélni arról, hogy a shopot esetleg visszavinni a belvárosba egy olyan üzlethelyiségbe, egy olyan üzlettérbe, ami könnyebben elérhető az emberek számára, hiszen így ki kell menni a stadionhoz, ezáltal ugye kiesik az útból, és mondjuk régen a piac téren, mikor volt, akkor azért az mindenki számára egy központi hely volt, és hát emlékszem rá, hogy milyen hosszú sorok voltak, mikor menni kell egy hegyet venni mondjuk a komolyabb nemzetközi mérkőzésekre, akár felcsútra, és hogy ez milyen hosszú sorokat generált, és ott a buszállomáson kerülgették egymást az emberek, de jó volt, mert központi hely volt, és mindenki megtalálta, valaki ment hazafelé, és kapott, beugrott, vett egy pólót, egy tollat, akármit, tehát hogy esetleg ennek nincs lehetősége, hogy a shopot visszalokalizálni a belvárosba. Nem tudom, ez a tárgyalásokon nem merült föl, egyébként jó ötlet, úgyhogy ezt föl fogom vetni, úgyhogy köszönöm, Norbi, de mondom, eddig ez nem jött elő, ami előjött az, hogy ugye a shop és a múzeum működtetés az összefügg, mert egy helyiségcsoportról beszélünk, és hogy eznek szintén megváltozna valahogy a működtetése. És bennem egyébként az merült föl, hogy önmagában egy ilyen fehérvári, jó értelme fogom ezt a szót használni, ketyere bolt legyen, ahol lehet venni mindenféle Fehérvárhoz kötődő, így adott esetben a Vidihez kötődő dolgokat. Ez ugye volt kísérlet korábban a Híberházban, a Turinform irodában, ez részben most is működik, bár ott a sportrészleget megszüntettük, mert nem volt rá akkora igény, de valamilyen szinten szerintem ezek város marketing szempontból is fontos dolgok, és érdemes ezt így átgondolni. Nem titok, hogyha átvesszük a múzeumot, akkor valószínűleg a Turinform iroda fogja működtetni, mert szeretnénk rendes turisztikai rondaszóval termékké tenni magát a stadiont és a stadion bejárás lehetőséget, a sóstóval együtt értelemszerűen, kilátóval együtt, és ezt a turisztika szervezné meg, és lehet, hogy ha ebből a gondolkodásból indulunk ki, akkor az egész shop logikája is úgy lehet. Egyébként ez egy nagyon jó minőségű shop, tehát ha valaki oda bemegy, nem tudom, hogy ebben a műsorban van reklám, nincs reklám, úgyhogy nem mondom ki a sportszergyártónak a nevét, de hát ott ez egész komoly dolgokat lehet kapni, és arról is beszélve, hogy mindegyik kötődik a klubhoz, a csapathoz, a városhoz, tehát egy nagyon színvonalas shop, én is sajnálnám, hogyha ez nem lenne elérhető, és tegyük hozzá, hogy ha és amennyiben az önkormányzat értékesíti
a későbbiekben a jegyeket, bérleteket, akkor nekünk is kellenek pénztárak, nekünk is kellenek olyan helyek, ahol ezt meg fogjuk tudni tenni, tehát így kell ezt átgondolni. Két azt sem titok, hogy ugye a multicsarnok is átadásra kerül, hogy szerintem évvégére elkészül, elindul az engedélyeztetés, valamikor jövő tavasz folyamán át fogjuk adni. És ugye, hogy jövő azután, nyilván szeptembertől a Volán átköltözik a Raktár utcából a nagy csapat a multicsarnokba, ami azt fogja eredményezni, hogy ugyanúgy nézőszámot kell növelnie a jégkorongnak, mint ahogy nézőszámot kellene növelni a labdarúgásnak. A két létesítményünk ehhez megvan. Én például abszolút el tudnék képzelni közös családi szektorokat, ahova mondjuk egyet fizet, kettőt kap elv alapján, mondjuk meg lehetne vásárolni a bérletet, és akkor azzal ki lehetne menni foci meccsre, és ki lehetne menni hoki meccsre is, és mind a két helyen tudnánk egy kicsit a nézőszámot emelni és növelni, és hát azért pontosan tudjuk, hogy nem mindegy, hogy 2500 ember van valahol, vagy egyébként 4-5000 ember van valahol. Úgyhogy szerintem ilyenekben is érdemes gondolkodni, tehát ha már a városnak egy kicsit nagyobb szerepe lesz, akkor próbáljuk meg ezt egy kicsit máshogy csinálni, hát ha eredményesebbek leszünk. Ezzel a csapat is jobban jár, hiszen értelemszerűen a játékosok meg azt látják, hogy nő a nézőszám, javul a hangulat, az azért szerintem biztos, hogy az ő teljesítményükre is pozitív hatással van. Én nem fociztam, meg nem sportoltam sajnos ilyen szinten soha, de úgy az el tudom képzelni, amikor kimegyek, és ott van több ezer ember, aki kijött szurkolni, akkor az azért ad egy adrenalint, és szerintem egy pozitív töltetet, gondolom én, hogy ezért is jó mondjuk játékosnak lenni. Ez egy régi vágyat elégíteni ki, hogy így fogalmazzak, hogyha közös bérlettel lehetne, akár jégkorong, akár foci meccsen, hiszen van átfedés a szurkolótáborok között. Úgyhogy és egy dolgot engedj meg, bocsáss meg, hogy akár az is lehetne, hogy mondjuk valaki megveszi az egész éves bérletet, nem is az összes meccsre, de mondjuk 3-4 meccsre igényelhetne ingyenjegyet. Már igen, arra is lehetne mozgatni akár szurkolókat. Nyilván a rájátszás, azt vegyük külön, mert a rájátszás az egy másik bajnokság, de az alapszakaszra például ugye elég sokat játszik majd a Volán otthon. Hál' Istennek azért a liga eléggé jó színvonalban van, egyre jobb csapatok vannak a bajnokságban. Most egyébként a Volán nagyon jó szerepel, úgyhogy ezúton is gratulálok a csapatnak, és így tovább. Tehát mindenképpen még azt is jó lehetne meglovagolni, hogy azt is lehetne, hogy vagy akár a bérletesek között, ha ott is akar venni bérletet, akkor mondjuk kap 40% vagy 30% kedvezményt, ezzel is ösztönözve a bérletvásárlásra. Nyilván nagyon sok dolog van, nagyon sok marketingfogást lehetne itt mondani, és szerintem reggeli tudnánk róla beszélni. Viszont egyetlen egy dolgot még így gyorsan ráfűznék erre, ha már így a stadionról szó volt, és hogy az önkormányzat átveszi, hogy az elmúlt időszakban azt figyeltük meg, hogy meglehetősen koszos a stadion, mikor megyünk a meccsekre. És hogy nem tudjuk, hogy ennek mi az oka, hogy ki takarítja a stadiont, vagy kinek a felelősség a takarítás, de például a WC-k higiéniai állapotában is sokszor nincsen szappan, csak hideg víz van, nincs meleg víz a mosdóban, koszosak a mellékhelységek, illetve ahol leülünk ott is, még a múltkori meccsről rengeteg tök max szotyola hely ott van a helyünk előtt, és azért ez így nem annyira higiénikus, mondjuk így szépen fogalmazva, szóval nem kelt egy kellemes benyomást, és hogy ezen gondolom, ha van lehetőség, meg próbálunk változtatni? Először is köszönöm szépen a jelzést, meg a kritikát, mert szerintem is jogos, és biztos, hogy lehet előrelépni, sőt, kell is előrelépni. A takarítás azért nem egyszerű, mert humán erőforrás igénye van, és takarítót találni a mai világban sok más szakmával együtt egyáltalán nem egyszerű. De az üzemeltető irányába én ezt jelezni fogom, hogy van ilyen tapasztalat. Érdekes, a főtribünön én ezt kevésbé tapasztaltam, de, és most mondom, még egyszer nem a VIP részekről beszélek, hanem mondjuk az A-szektorról, de érkezett hozzám egyébként pont a múltkori mérkőzés után egy-kettő ilyen észrevétel, úgyhogy ez biztos, hogy nem véletlen, hanem valós probléma felvetés, úgyhogy ennek én utána fogok nézni, és kérem az üzemeltetőtől, hogy e tekintetben lépjünk előre. Tényleg van egy modern, szép 21. századi elegáns stadionunk, ahova büszkén mondhatjuk, hogy hölgyek vagy gyerekek is ugyanúgy ki tudnak jönni mérkőzésekre, tehát nyilván, hogy akkor ezt úgy is tartsuk, hogy erre legyen lehetősége mindenkinek. Még egyetlen egy gondolat, hogy a C oldalon egyébként ez nagyon fontos, mert ezt soha nem csinálták meg, mióta üzemel a stadion. A harmadik meccs óta megvan rógyanva a férfi mosdónak a kijárati ajtaja, és húzza végig a járókövet, vagy a,
a díszkövet végig húzza az ajtó állandóan, és ott ki vannak lazulva a zsanérok, és például az nincsen megcsinálva évek óta. Ez a C-szektoros mosdó? Igen, a nagy. Jó, ami a büfék mellett van, bemegyünk bal oldalra, van, nem a kicsi, jó, ami ott van a vendégnél. Ott figyeltem meg egyébként ezeket a higiéniai dolgokat is, mert én azt szoktam használni, és mi ott ülünk a C oldalon, szemben a polgármester úr, a Márk meg ugye az RBD szektornak az állapotát tudja mondani, mert ő meg oda szokott járni. Köszönöm szépen! Nálunk a D mögött az egyik probléma a WC-kkel kapcsolatban ez az, hogy rozsdásodik, tehát én azt hittem, hogy a saváló anyagból van készítve, de elég szép rozsdafoltok jelentek meg. A másik az, hogy folyamatosan a most hétvégi meccsen és az előző meccsen is folyamatosan a piszoárok öblítettek, tehát nem éppen víztakarékos módon működtek, ez így érdekes volt. Nekem az nem tetszik, hogy nincs fűtés a WC-be, hogy az ember ki... Én korábban ezekkel a dolgokkal nem foglalkoztam, mert mentem az ultracsoporttal, aztán nem nagyon érdekelt se idegenbe, se itthon, hogy milyen a komfort tényező, viszont amióta három gyereket nevelek, és van egy kis óvodás kislányom, nagyon fontossá vált nekem is az, hogy tényleg a női WC-ben is legyen meleg, meg le tudjanak ülni, ne úgy nézzen ki, mint ahogy kinéz, és hogyha tényleg van egy ilyen gyönyörű stadionunk, akkor arra oda kellene figyelni. Ez csak tényleg egy ilyen mellékzöngéje ennek a műsornak. Ez egy fontos zönge, mert nyilván ez határozza meg, hogy a következő meccsre is kimegye az adott család, az pedig nézőszám, hangulat, bevétel és minden szempontból fontos. Úgyhogy megtettük ezeket a szolgálati közleményeinket is, viszont... Erről már régóta beszélgetünk egyébként, hogy ezt igen, mondani kell. A másik majd a büfé kínálata, tehát ez szerintem nem 21. századi kínálat, amit a büfé nyújt, nem tudom ki felel az üzemeltetésért, de szerintem ezen változtatni kell, hiszen mindannyian jártunk már külföldön is mérkőzésre, és nem is kell nagyon messzire menni, elmegyek a Grupamába, a Grupama vendégszektorába komolyabb kínálatot kapok, mint itt. Hát a hazait meg nem is mondom, mert a hazaiban ugye tudjátok, a videó miatt szoktam járni, és hát ott például olyan kínálatok vannak, hogy külön foodtruckok vannak, rántott húsos készítős étterem minőségű ételek, szóval nagyon más. Nyilván ott van egy klubkártyarendszer, ami által ott sokkal könnyebb itt a dolgokat mozgatni, ami nálunk mondjuk nincs. Tehát alapvetően inkább ez azt a problémát veti föl, ugye mennyi ember van, mert nyilván 1-2-3 ezer emberre nem lehet ugyanazt a kínálatot, mert egyszerűen nem jön ki a ronda, szóval a matek. De ezek jó felvetések, mondom, mert ezekben a városnak nagyobb szerepe lesz, és akkor nekünk is fontos visszajelzés, hogy minél érdemes változtatni. Csilla felemelte a kezét, jelez nekünk. Igazi kedves, hogy milyen udvariasan jelezte szándéket. Igen. Nem akartam itt közbevágni az eszmét cserében. Nekem két kisebb kérdésem lenne még így a szurkolókkal kapcsolatban. Az egyik az így visszacsatolva arra, hogy ugye szó van arról, hogy hogyan toborozzunk új szurkolókat a stadionba, illetve a meccsekre, hogy ne csak néhány ezer néző legyen. Régebben voltak a klubnak olyan szolgáltatásai, hogy bizonyos meccsekre, akár idegenbe is buszokat indítottak. És nem tudom, hogy esetleg a városnak, a várossal közösen lehetne egy olyan törekvés, hogy ezt így kivitelezzék, bár oké, hogy a mostani energiahelyzetben lehet, hogy ez nem éppen egy jó megoldás, de tudom, hogy ezt régebben is nagyon szerették a szurkolók, főleg amikor egy késői meccs volt, és el kellett érni az utolsó buszt, mert mentek haza akár Móra, Budaikra, valahova valami távolabbi városba. Nem tudom, hogy erre van-e esetleg valami megoldási javaslat vagy ötlet. Most én is rendesen jeleztem a kezemmel, hogy válaszolnék. Nem tudom, mi régóta nem kerestek meg bennünket ezzel a fajta igényel. Mindenhol a mindegyik sportág esetében az adott klub intézi a szurkolók esetleges szállítását idegenbeli mérkőzésekre. Sajnos a városnak nincsenek saját buszai, tehát a város közösségi közlekedéséből lévő buszok is a Volán tulajdonát képezik, az elektromos buszok kivételével, tehát mi eszközt ez nem tudunk biztosítani. Hogy lehet-e a szolgáltatást ez irányba kiterjeszteni, azt nem tudom, meg azt sem tudom, hogy milyen igény lenne rá, de biztos, hogy például a budapesti meccsek, vagy a közelebb lévő meccsekre biztos, hogy azért szerintem lenne. Gondoljuk át szerintem. Mondom, nagyon sok minden újra kezdődik, vagy újra gondolható jövő évben, részben januárban, részben majd a bajnoki szezon után, a következő szezonra való felkészülés jegyében. Szerintem minden ilyet érdemes az asztalra tenni, és megnézni, és ami realitás, azt jó lenne
megvalósítani. A nézőszám az mindig egy kicsit érdekes kérdés, mert azért semmi más nem tudok ma mondani Fehérváron, ami mondjuk 3000 embert akár meg tudott volna mozgatni mondjuk szombat délután. Erre csak és kizárólag a vidi és a labdarúgás képes, semmi más. Tehát azért szerintem ez is mindig fontos. Én azt nagyon sajnálom, hogy nem volt igazán egy olyan jó idényünk, amikor a csapat is jó lett volna, nemzetközi kupa szereplés is lett volna, és ezt mindezt az új stadionba tudtuk volna megvalósítani. Mert meg visszagondoltok, akkor először ugye a stadion épült, jó volt a csapat, de nemzetközi kupával mindennel együtt ezt részben felcsutó, részben Budapesten lehetett a meccseket rendezni. Aztán, amikor már lett stadionunk, akkor jött a pandémia annak minden nehézségével, és amikor túl voltunk a pandémián, akkor pedig talán az egy vidikön meccs kivételével nem volt valójában olyan dolog, ami miatt ez a stadion valójában épült, és ilyennek épült, amilyen egyébként. Én ezt nagyon sajnálom, azért is, mert hogyha lettek volna ilyen élmények, azok, ahogy mondani szokták, a szürke hétköznapon is több meccs, embert vittek volna ki a stadionba. Mert aki szerintem ott volt egy vidi Kölnön, annak ez egy olyan élmény, ami miatt szeretünk foci meccsre járni. Tehát, és az én kislányom, aki mondjuk 3 éve jár velem mérkőzésekre, ő talán most a hétvégén látott egyszer, hogy úgy jött ki a stadionból, hogy végre örült. Szegény, mert nem volt ez egy sikeres időszak. Mindig mondtam neki, tartottam a lelket benne, hogy higgy el, hogy azért örülni is lehet ebbe a stadionba. Most ez szerencsére szombaton megtörtént. Tehát sok ilyen kell ahhoz, hogy az emberek visszaszokjanak a labdarúgó mérkőzésekre, de azért a 3000 néző még mindig a leglátogatottabb fehérvári közösségi esemény. Azért szerintem úgy korrekt, hogy ezt is mindig tegyük hozzá. De én is abba hinnék, hogy azért alapvetően ezt egy 4-5 ezer közé föl lehetne tornászni, szerintem az reális a város méreteihez képest, és akkor néhány kiemelt mérkőzésre minden évben, akkor ez pedig megközelíthetné a 8-10 ezer embert, a nemzetközi meccsek azok pedig nyilván egy következő kategóriát jelenthetnék. Tehát valahogy így lehetne szerintem egy reális célt kitűzni magunk elé. Ugye ritkán emlékszünk rá vissza, mert mindenki, hogy a múltba úgy érzi, hogy ott mindig minden tökéletes volt, de valójában 4-5 ezer ember járt ki a 80-as, 90-es években is az átlag bajnoki mérkőzésekre, nem volt több néző. A több néző a Rábaetó, a Fradi, a Honvéd, ezeken a mérkőzéseken volt, akkor ez valóban jóval magasabb nézőszámot jelentett, de egyébként ezek a meccsek most is több nézőt hoznak, tehát ha most az Újpest ellen az idő nem lesz valami borzalmas, akkor szerintem megint 1000-2000 emberrel eleve több lesz, mint most a hétvégén volt, és akkor ha már 4-5 ezer, 6 ezer emberről beszélünk, az már önmagában fantasztikus hangulatot tud adni egy labdarúgó. Hát meg sokkal jobban néz ki az egész. Igen, az egész jobban néz ki, jobb hangulat, következő alkalom, na kimegyek, mert milyen jó volt 2 hete is kint lenni. Tehát szerintem ezt az életérzést kell valahogy elérni. Norbi szépen felemelte a kezét, és mielőtt megadnám neked a szót újra, csak annyit jegyezzék meg, hogy ezt évek óta beszéljük, és sajnos a klubvezetés erre se volt nagyon nyitott, hogy egy igazi közösségépítési feladatot már mondjuk 10 évvel ezelőtt el kellett volna kezdenie a Garancsi István vezette klubnak, vagy legalábbis azoknak, akiket megbízott ezzel a feladattal, hogy ebből a szempontból irányítsák a klubot, hiszen hogyha már 10 éve elkezdtünk volna építkezni ebben az irányban, akkor a gyümölcsét most már le lehetne aratni, függetlenül attól, hogy szerepel a csapat, hiszen lehetett volna egy komoly bázist felépíteni, aki folyamatosan meccsre jár. És még lesz egy kérdésem Norbi előtt, bocsánat Norbi, nem akarom beléd folytani a szót, de annyi, hogy én kérlek, hogy reagálj arra, amit a Felcsútnak az edzője, a Puskás Akadémiának az edzője nyilatkozó, hogy Fehérvárról már elvitték a nézőket Felcsútra, mert én nem ismerek egyetlen egy vidi szurkolót, csak aki Felcsútra menne inkább megnézni az ő mérkőzéseiket, inkább nem megy ki a vidi stadionba, de az biztos, hogy Felcsútra nem jön le, hogy mi erről a te gondolatod, erről a nyilatkozatról. Egyrészt én azt megerősíteni meg tudom a magam részéről is, hogy én sem tartozom abba a halmazba, amiről a Felcsút edzője beszélt, tehát én sem járok Felcsútra mérkőzésre, és én is a vidi szurkolóként Fehérvárra járok mérkőzésre.
Én megmondom őszintén, először nem tudtam, hogy ez most valami április elsője, és viccele az edző, vagy esetleg komolyan gondolja, utána az a szörnyű meglátásom alakult ki, hogy komolyan gondolta. Most én abban nem mennék bele, hogy valójában felcsútnak kell első osztályú csapat, vagy oda kéne visszatérni, ahol Kovács Feri bácsi annak idején megálmodta az egész megyei labdarúgó modellt, amiben nyilván a Puskásnak és a Vidi utánpótlásának egy nagyon komoly szerepe lett volna abban, hogy a fiatalokat hogy lehet akár akadémiával együtt is nevelni, és abból hogyan lehet mondjuk a Vidi nagy csapatába játékost felhozni, amiből aztán válogatott lehet valaki, vagy aztán a nemzetközi térbe ki tud lépni, és el tud menni külföldre játszani. Szerintem ez a fenntartható modell. Ez a mostani, ez nekem kevésbé tűnik annak, de nekem nem dolgom a Felcsút és a Puskás életével foglalkozni, hála Istennek. Az én dolgom Fehérvár. Én azt kérem a Felcsúti edzőtől, hogy tartsa tiszteletbe, hogy azért a Videoton az egy megfelelő klubtörténettel rendelkező szurkolókkal, a szurkolók szeretetével alátámasztott és egy történelmi városban létező klub. Ez akkor is volt, amikor Felcsúton még nem volt labdarúgás, és akkor is lesz, amikor Felcsúton majd újra nem lesz első osztályú labdarúgás. Köszönöm a választ, én is hasonlóképpen gondolkodok. Norbi? És én is hasonlóan gondolkodom, és én is azt hittem, hogy én nézek rossz adót. Mikor ezt az emblematikus nyilatkozatot hallottam, konkrétan leestem a székről. Ez legalább olyan vicces volt, amikor a Nemzeti Sport főszerkesztője engem hibáztatott tavaly nyáron a csapat szereplőséért. Ja, igen. Meg hogy a polgármester úr... Gondolom, maga sem gondolta komolyan, valamelyik külföldi útja közben írogathatta valószínűleg ezt a cikket. Szóval, tehát vegyük azt gondolom egymást, meg leginkább a szurkolókat komolyan, kinek-kinek van felelőssége a saját helyén, szerintem abban a vonatkozásban is pont azzal foglalkozzon, ami a dolga. Az, hogy Felcsúton miért nincs néző, azt szerintem elég gyorsan meg lehet fejteni, és szerintem semmi titok nincsen benne, Felcsúton sose lesz néző, mert egyszerűen a nagyságrendje nem akkora a településnek. Ez pont olyan, mintha nálunk egy 80 ezeres stadion lenne, és csodálkoznánk, hogy ott csak 3000 ember, vagy 4000, vagy 5000 ember jár. Ez egy méretarányos dolog. A focit azt minden országban, nagyvárosokban játsszák. Ez szerintem Magyarországon is azt gondolom, hogy Szegedre, Tatabányára, Győrre, Pécsre lenne szükség ahhoz, hogy ezek a vidéki bázisok újra közönséget vonzva, egy adott térséget megszólítva hozzá tudjanak járulni ahhoz, hogy magyar labdarúgás fejlődni tudjon. Szerintem az sem működik, hogy egy Ferencváros van, látszik, hogy a nemzetközi kupában ő sem tudott sikeresen szerepelni, mert most az, hogy ez a harmadik számú kupában most vitézkedik, persze nyilván minden magyar csapatnak szurkolunk, de önmagában nyilván nem ez volt a Fradi célja, egy Föröl-szigeti amatőr csapat kiverte, azért, mert nem volt tavasszal sem rákényszerítve a Ferencváros arra, hogy érdemben oda kelljen tennie magát, ellébe szóltak egy komplett több hónapot, és nem tudtak fölkészülni a nemzetközi kupára, ezért nem volt sikeres a nemzetközi kupa szereplés, ezen kéne minden döntéshozónak elgondolkodni, hogy a labdarúgást nem lehet egy csapattal játszani, 4-5 hasonló erős csapat kellene, amelyik egymást is megfelelő módon tudja fölkészíteni a nemzetközi kupa szereplésre, ahol természetesen a magyar labdarúgásnak az az érdek, hogy mindenki, aki elindul valamelyik nemzetközi kupába magyar csapatként, az a lehető legjobb eredményt érje el. Így ez sikeres és eredményes a válogatott is, mert valljuk be őszintén, azért a magyar válogatott jelenlegi fantasztikus szerepléséhez, hát a magyar bajnokság és a magyar utánpótlás nem sokat tett hozzá. Tehát azért legyünk őszinték, fantasztikus, amit a válogatott csinál, de az ehhez való hozzájárulás az sajnos még nem abból fakad, hogy annyira megerősödött volna az alap, hogy arra már piramisszerűen föl lehetett volna építeni magát a válogatottat. Teszem hozzá még egyszer, hogy miközben tényleg egy nagyon szerethető nemzeti együttes alakult ki, és örülök, hogy egyébként ahhoz több vidi játékos is hozzá tudott járulni, azt persze sajnálom, hogy mint Fiola, mint Kalmár sérülten tért vissza a válogatottból, és nem állhatott a csapat rendelkezésére a hétvégén, de nyilván szurkolunk a nemzeti együttesnek, bízunk benne, hogy sikerül az EB-re való kijutás, és így a nyár sem lesz eseménytelen,
hanem szurkolhatunk a magyar válogatottnak a Európa-bajnokságon, és szerintem ez a magyar válogatott tényleg sokra hivatott. Csak ne gondoljuk azt, hogy ettől már minden jó a magyar labdarúgásban, ami történik, mert szerintem ettől még nagyon-nagyon messze vagyunk, de én persze csak egy szurkoló vagyok, semmi esetre sem szakember. Pont akartam még mondani, hogy ugye pont egyébként a vlogok is ugye alapvetően ezt a célt szolgálják, hogy a szurkolókat bevonza a stadionba, mert hát legyünk őszintén, a magyar labdarúgás nem áll úgy, hogy egy szurkolót is elveszíthessen bármelyik csapat, mert nem állunk úgy, és ezért állok értetlenül egyébként azáltal, hogy milyen üldözésnek van kitéve egyébként a vlogom az MTV által. A másik pedig az, hogy és érdekes dolognak tartom, hogy a miniszterelnök úr is pont ugyanezt mondta, amikor az Istenes László csinált vele egy interjút, ez a Felcsutak a klubmédiás felületein elérhető, hogy nem egy Fradi kell, hanem 3-4 ilyen csapat kéne legalább, és abszolút egyetértek a polgármester úrral, és azt gondolom, hogy egy Győr, egy Vidi, egy Újpest, egy Fradi, meg egy Debrecen le is tudnám fedni ezt az 5 csapatot, és az ország összes részére volt, hogy nem lenne egy olyan csapat, aki bajnok esélyes lehetne, és egy nagyon jó bajnokságot lehetne játszani. Egyébként a minden jó alakú jövőre jön a Győr, úgyhogy reméljük, hogy jó sokan leszünk majd akkor a stadionba. Már nagyon várom azt a reneszánsz rangadót, ahogy én nevezem itt a barátaim körül. Egy olyan kérdésem lenne még, hogy beszélgettünk itt a stadionba való eljutásról, buszozásról, stb. Itt Pesten több csapatnál is már van olyan, hogy megállapodtak a rolleresekkel, ugye itt a Lime-mal vagy a másikkal, hogy esetleg a város nem tervezi azt, hogy olyan megállapodást kötni velük, hogy meccs napok idején egy 20-25 rollert mondjuk a stadion mellé biztosítani, hogy azzal is segítve egy pár embernek legalább az eljutását a város központban, vagy esetleg a vasútállomásra. Nyitott kapuk, amik most itt felvetésként elhangoztak, tárgyalunk a Lime-mal ilyenekről, már csak azért is, mert valószínűleg hozni fogják a közösségi kerékpárrendszert is, és akkor nem csak roller, hanem kerékpár is rendelkezésre fog állni. És most kicsit elvonatkoztatva a labdarúgástól, én bízom benne, hogy előbb-utóbb a közösségi autók rendszere is megjelenik majd a városban. Szerintem ez sok problémára segítséget tudna jelenteni. Például ilyen közösségi eseményekről való hazajutáshoz kiváló eszközök lennének, különösen az esti órákban játszott mérkőzések esetében. Úgyhogy szeretnénk, hogyha ezt meg lehetne oldani a stadion környékén, ugyanígy a multicsarnok környékén, uszoda környékén, tehát minden olyan helyen, ahol vannak olyan események, ahol amikor viszonylag sokan vannak egyszerre egy helyen, nekik közlekedni kell, autóval nem mindig könnyű, különösen a parkolás miatt, úgyhogy ez szerintem egy jogos felvetés, bízunk benne, hogy tudunk velük előrelépni. Köszönöm szépen a választ, remélem, hogy hamarosan mindegyik bekövetkezik, mert szerintem lenne rá igény. Én is köszönöm a válaszokat, András. Sajnos a műsoridőnk véges, és ez az én személyes problémám miatt, hiszen még mindig járok az Achilles-szakadás miatt a kórházba kezelésekre. Jogulás, és bennem minimum 10-15 kérdés maradt, de szerintem így vagyunk Csilla, Norbi esetében is. Úgyhogy én most szeretnélek meghívni majd egy következő műsorba, ahol visszatérhetünk ezekre, pláne, hogyha nagyobb szerepe lesz az önkormányzatnak már a jövő évtől. Szívesen, és hogyha elfogadjátok, akkor szerintem érdemes lenne ezt január-februárban megtenni, addigra pontosan látni fogunk mindent a stadionnal kapcsolatos új szerződésre tekintettel, ezt én szívesen megismertetem veletek és a közönséggel, szurkolókkal, nézőkkel egyaránt, és esetleg ott akkor lehet ötletelni már olyan kérdésekről, amivel akkor a klub, szurkolók, önkormányzat együtt talán hatékony megoldásokat fogunk tudni találni, mert mégiscsak nekünk egy csapatunk van, és ennek szurkolunk, és fogunk is szurkolni. Így van. Ez nagyon jól hangzik, András, és élni is fogunk a lehetőséggel. Annyi még, hogy remélem, hogy sikerül véghez vinned egy lehetetlen feladatot, vagy lehetetlennek tűnő feladatot, hogy a videóton újra a csapat nevébe bekerüljön, és esetleg a Holding is úgy gondolja, hogy érdemes, és Garancs István is úgy gondolja, hogy érdemes újra feleleveníteni, ahogy erről pár szóban beszéltünk. Úgyhogy nagyon szurkolunk ennek a lehetőségnek, nagyon köszönöm, hogy a vendégünk voltál, és várunk akkor vissza február környékén, addig meg reménykedjünk benne, és szurkoljunk a csapatnak, hogy elérjük azokat a helyeket, hogy még több és még több néző jöjjön ki, és jövőre meg már konkrét terveink legyenek azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet egységesíteni a szurkolóknak a beáramlását a térkönyésnek. És bízunk benne, hogy 2023-ban gyerünk meccset idegenbe.
Az nagyon jó lenne már. Az nagyon jó. Mondjuk például a következő idegenbeli meccset. Igen. Az lenne a legjobb. Annál jobb. Így, hogy rá videóton. Köszönjük szépen, hogy néztetek minket, köszönjük András, hogy itt voltál velünk, iratkozzatok fel a Márker BD csatornára, mondanám, hogy a Norbi YouTube csatornájára az oldalvonalra, de ez most sajnos egy ideig szünetel, úgyhogy a TikTokon kövessétek a Norbit, így van. Közelítünk az 1000 feliratkozóhoz a VTTV-re is, úgyhogy már nálam van egy sál, piros-kék színű, de biztatom az Újpest és a Kecskemét hívőket, mert a piros-kék eléggé lilába fordul, hogy ők is nyugodtan iratkozzanak fel, és majd kisorsoljuk ezt a sálat majd az utolsó feliratkozók között. Köszönjük szépen, és hogyha vannak a mostani beszélgetéssel kapcsolatban hozzátok érkező kérdések vagy észrevételek, és elkülditek nekem, akkor azokat is jövő év elején meg fogjuk tudni válaszolni. Mindenféleképpen biztatom erre a nézőket, hogy így járjunk el. Köszönöm András, köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen, és kell a 3.7 végén is. Sziasztok. Így van, hajrá videóton, sziasztok! Köszönjük, hajrá videóton, sziasztok!